Rádió Kabaré zászlajára tűzte a nevettetésen túl irodalmi értékeink ápolását is. Örömmel jelentem, hogy közkívánatra ismét Petőfi évforduló van, engedve a beérkezett mintegy rengeteg SMS-nek. Hiszen 2008. január 1-én múlt 185 éve, hogy a költő apja a szülés végén meglátva az újszülöttet így kiáltott fel: Hrúz Mária! Ezen örvendetes esemény nyomán most kapcsoljuk ugyanezt a stúdiót, ahol most is vagyunk, mert kezdetét veszi Kovács András Péter, Szombati Gyula és Vida Péter beszélgetése a többek közt Petőfi kutatóként is elhíresült Litkai Gergő iránymutatása alapján. Beszélgetés a Kaparnasszusról. Hápalkovics István irodalomtörténésszel, az irodalomtudományok docensével, akinek most jelent meg Petőfi Sándor, Legenda és Valóság című kötete, Zinetárszky László hidegburkoló beszélget. Köszöntöm a hallgatókat, Hápalkovics István irodalomtörténész vagyok, az irodalomtudományok docense. Napot, főnök, napot! Jó napot kívánok önnek! Na most lehet, hogy csodálkozni fog a kérdésen, de dolgozott-e Petőfi hidegburkolóként, és ha igen, hol? A kutatások jelenlegi állása szerint nem. Hát mondjuk én sem írok verseket, főnök, csodálkoztam is volna rajta. A cingár bajszos gyerek volt, nem egy burkoló típus. Meleg burkolásban sem volt benne, mi? Jól tudja, ilyen irányú tevékenységet sem fejtett ki a költ. Pedig az akkor is jó szakma volt, a költés meg ugye bizonytalan. Úgy kötöget, a burkolás a stabil dolog. Szépen dolgozó körbe adnak, mint a békepipát. Talán térjünk rá a könyve. Maga dolgozott hideg burkolóként? Nem volt érkezésem. De most akkor dolgozott, vagy sem? Nem. Na látja, tud maga értelmesen is beszélni, főnök, de azért megitta a magáit, nem? Hát milyen ember az, aki nem bízta meg a magáit, mi? Hát mi van abban a könyvben? A legújabb kutatási eredmények Petőfiről. Petőfi kutatásaink szerint Segesvárnál nem azon a helyen halt meg... Nem azon meg, a helyen volt, aki úgy gondolta, hogy azon a helyen halt meg. Hanem 500 méterrel távolabb attól, ahol eddig feltételezt. Na akkor én most hova szarjak, főnök? Most akkor... Azt mondja már meg nagyon őszintén, erre mennyi időt dobott rá? 15 esztendő kutatási eredményeit összegezte. Azért lepetézek, komolyan mondom. Tudja, hogy ezzel a hány nézetmétert rogtam le, főnök? Leburkoltam tisztátul. Maga meg 500 méterre tökölt itt nekem. Na, család, jó van egyébként? A család? Hát gondoltam, ha beszélgetni kell azt a könyv falál, akkor írjuk a családot is, de... Én meg ugye nem sokat olvasok, már én hüvelyre. Be vagyok gyulladva, nem kívánom a tartást. Már a könyvnek ugye a tartás. Azt hittem, hogy ez egy szakmai beszélgetés lehet, lesz. Szakmai is. Na, milyen szemet misonkat használ fagyáló burkolatként? Fogalmam sincs. Fogalmi a rosszabb, de kerülteti. Na. Legyen akkor mégis inkább a család. Na, gyerek van. Két lányom. Bemutathatná, kor nem okozáj. Mármint az égkorom, hogy én nem vagyok egy ilyen pedrofil. Nem térhetnénk vissza az eredeti témára. A helyiség kalapácsának számos új aspektus... Hát, ezt tudom, a közös lónak, ugye? Mert ugye, ahol egy egész helységnek van egy kalapácsa, az szerint már a megyének meg egy csillafejű csavar húzza, mert miről sem. Maga ismeri egyáltalán Petőfit? A francokat személyesen nem találkoztam vele soha, de... Arca nem is jöttem volna ki vele, a kekesz gyereknek látszik, én meg ugye... Ügyfélbarát vagyok. Viszont voltam már kérdező a Minden Tudás Egyetemen József Attilás részében. Na és mit kérdezett? Ez, hogy mikor lesz szület, mert szorít a hólyagom. Tudom, könnyezik a bájrudom. Sír a gyikom, ha érti fő. Zokog az anakonda, fajal szájra éhezik a gatya betyár. Hagyjuk ezt talán. Izzad a lompos. Beszélgetések a Parnasszusról. Hápalkovics István irodalomtörténésszel, az irodalomtudományok docensével Zinetárszky László hidegburkoló beszélgetett. A jövő heti adásunkban Marcel Proust Narratív struktúrák a modern regényben címmel, Sir Joseph Reginald irodalomtudóssal Pandyánszky Györgyi műkörömépítő beszélget. Magyarul.